Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, ahogy már előttem hallhatták, hogy az előadásomnak a célja, feladata egy általános bemutatást adni az önmegvalósítás dimenzióiról és a meditációval való kapcsolatáról. Azt hiszem, hogy viszonylag könnyű megérteni, hogy ebben a világban minden ember szeretné, ezt nem tudom, hogy működik-e, persze, ha nem kapcsolom be, akkor nem működik. Igen. Minden ember szeretné megérteni önmagát, és azt hiszem, hogy legtöbbünk érez is valamiféle hiányt a szívében ezzel kapcsolatban, mert igazából ott van ez a vágy arra, hogy szeretnénk látni, megismerni önmagunkat, de valahogy a kép egy kicsit elhalványodik, vagy nem mindig látjuk magunkról azt, amit gondolunk, hogy mi magunk vagyunk. Általában ezt az önmegismerés folyamatát nevezzük nagy általánosságban az önmegvalósításnak. Az emberiséget létezésének kezdete óta foglalkoztatja az önmegvalósítás témája, és meghatározó szerepét pontosan annak köszönheti, amit az előbb említettem, hogy az ember saját lényege, még saját maga számára sem mindig egyértelmű, sőt mondhatni azt, hogy általában nem egyértelmű. Önmaga megismerésére való vágya a vallásos, spirituális törekvéseken kívül jelen van a filozófia, a pszichológia szellemi területeinek mérföldkövei formájában, és ott motoszkál tulajdonképpen a tudomány valamennyi területének alapfelvetéseként. Aztán mindezek mellett a hétköznapi életünknek a kellemetlen pillanatai is általában visszavezethetők az önmegismerésünk hiányára. Általában ebből nagyon sok problémánk szokott lenni. Az önvaló az élőlény saját tapasztalatainak, észleléseinek, érzelmeinek az alanya, a végső alanya. Az, aki igazából tudatot ad ennek a testnek, aki a végső cselekvő és akit szeretnénk megismerni. Mondhatnánk azt is, hogy nem létezik tapasztalás, a tapasztaló a végső önvaló nélkül. Eképpen úgy szokták mondani, hogy az önvaló léte természetesen következik a tapasztalás jelenségéből, de túlságosan ebbe a tudományfilozófiai kérdésbe nem szeretnék belemenni, hogy legyen miről elmélkedni otthon is a konferencia után. Az azonban, hogy valójában ez az önvaló milyen szinten helyezkedik el, ki ez az önvaló, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, általában előttünk hétköznapi emberek előtt, ahogy említettem, rejtve van. Az önmegvalósítás folyamatát sokan sokféleképpen definiálják. Azt hiszem, hogy szinte mindenki, aki jelen van a teremben, hallott különböző definíciókat ezzel kapcsolatban. Némelyek az önmegvalósítást az emberben rejlő lehetőségeknek, képességeknek a fejlesztéseként, illetve betetőzéseként szemlélik, mások pedig a vágyaknak, a reményeknek a tökéletes beteljesítésére irányuló vágyként tekintenek az önmegvalósítás folyamatára, vagy aztán hallhatunk ilyen információkat is, hogy a jellemünk, a személyiségünk, a lehetőségeinknek a legtökéletesebb megvalósítása az, amit önmegvalósításként értelmezünk. Nézzük a tudomány néhány képviselőjének az álláspontját. Sir Mortimer Adler, amerikai filozófus úgy definiálja az önmegvalósított állapotot, mint a külső korlátoktól és kényszerítő körülményektől való mentesség, illetve szabadság állapotát, amelybe úgy mondja, hogy a társadalmi elvárásoktól való függetlenedés és a politikai, gazdasági szabadság is beletartozik. És az önmegvalósítás folyamata számára az ő definíciója szerint az a folyamat, ami ebbe az állapotba elvezet bennünket. Abraham Harold Maslow, a humanisztikus pszichológia atyát szerintem mindenki ismeri, mindenki hallott róla, eléggé karakterisztikus személyisége van, a tanításai, kutatásai meghatározták a pszichológiának, pszichiátriának a fő gondolkodásmódját. Ő szerinte az önmegvalósítás, igazából ő nem is ezt a szót használja, pontosan azt mondja, hogy az önaktualizálás, tehát utolérni saját önvalónkat, megismerni saját önvalónkat, hogy nem valami külső dolog, amelyre az embernek mondjuk az egészsége érdekében szüksége van, mint mondjuk a fának a vízre, az esővízre, hogy életbe tudjon maradni, hanem egy olyan dolognak az életünkben való megnyilvánulása, amely már
igazából eleve bennünk van. Ő tovább megy, azt mondja, hogy amely az élőlény saját maga. Persze aztán ezen definíció és felfogása kapcsolatban sok érv és ellenérv felsorakozott már az elmúlt évtizedekben, de ebben most nem megyünk bele. Ezeknek a definícióknak mind lesz majd egy végső konklúziója a számunkra, amely tulajdonképpen majd látni fogjuk, hogy mindegyik definíciónak közös pontja. Mi ez a közös pont? Szóval, hogy mindenki egyetért azzal, hogy létezik egy autentikus önvaló, ami jelenleg el van fátyolozva, amit nem ismerünk, ami valahogy csak éppen megnyilvánul a jelenlegi életünkben, és az az önvaló, amelyet vagy egy pszichológiai, vagy valami spirituális módszerrel meg lehet, illetve meg kell valósítani, meg kell érteni, meg kell tapasztalnunk. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy ez a folyamat lehet egy pillanat alatt megtörténő, beteljesülő dolog, de a legtöbben egyetértenek azzal, hogy ez viszonylag hosszú folyamat, és nagyon észnél kell lenni ahhoz, hogy az ember észrevegye, hogy önmegvalósítottá válik. Ugye ez sem mindig egyértelmű azoknak a személyeknek, akik ezzel foglalkoznak. Vannak, akik arról beszélnek, hogy az élőlény nem más, ugye nézzük meg, mi ez az önvaló, milyen képünk van az önvalóról, hogy arról beszélnek, hogy az élőlény nem más, mint a durva fizikai testünk. Azt, amit látunk, tapasztalunk, amivel látunk, amivel tapasztalunk, amikor egymásra vagy a tükörbe nézünk, akkor ezt látjuk önmagunkból. Ugye ez az elképzelés a tudat működését, a gondolatokat és az érzelmeket is pusztán az anyag, a molekulák, a kémiai világnak az egymásra hatásaként tekintik. Mások szerint ez a test, ez csak egy burok. És a gondolatok és az érzelmek azok, amelyek meghatározzák az embernek a lényét és létezését. Maga Descartes is azt mondta, hogy az élőlény tudata az az alap, amelyre minden vele kapcsolatos vizsgálódásnak épülnie kell. Az önmegvalósítással kapcsolatos legősibb források, a védikus irodalom tanítása szerint a valódi én azonban mindezeken túl található. Túl van a látható, tapasztalható durva fizikai testen. Ugye a védikus irodalom ezt így hívja, az túl a sarira, az a durva test, ami durva érzékszervekkel felfogható. De még tovább megy, azt mondja a védikus irodalom, hogy az önvaló még a finom fizikai testen is túl van. Szuksma, sarira, ez a finom test, ami érzékek számára általában láthatatlan, érzékelhetetlen, de a durva fizikai testen belül ott található, ez a finom fizikai test. Ez valószínű, hogy számunkra egy kis paradigmaváltást igényel, hogy ezt megértsük. A jóga szentírások, védikus szentírások azt mondják, hogy a élőlénynek a durva fizikai testén belül, aztán, hogy belül vagy kívül, vagy hol van, az egy másik dolog, most ebben nem megyek bele, van egy finom fizikai teste, amelyet három finom fizikai elem épít fel, ezt talán nem is írtam fel, az elme, a manasz, a buddhi, az intelligencia, és az ahankára, hamis ego, az egyéni szinten megnyilvánuló hamis ego. Ezekről most én nem fogok részletesen beszélni, Daubner Béla professzor úr részletesen is említi majd ezeket érdekes előadásában. Én azt gondolom, hogy ő erről részletesen is fog beszélni. Tehát a konklúzió, illetve ez a fő pont, amit ki szerettem volna hangsúlyozni, az, hogy mi magunk az élő lény, amelyet nevezzünk mondjuk léleknek, túl van ezen a fizikai léten. Mit mondanak a védikus írások? Milyen tulajdonságokkal, milyen természettel rendelkezik ez az önvaló? Ilyen fogalmakat olvashatunk vele kapcsolatban. Azt mondják, hogy az önvaló, önmagunk eredeti énje, ami megismerésre vár, gyakorlatilag örök léttel rendelkezik, tökéletes tudással és tudattal, valamint boldogsággal teli egyén. Ezt nevezik egyébként védikus körökben transzcendentálisnak. Szóval amikor azt mondom, hogy transzcendentális vagy lelki, akkor nem a durva fizikai, se nem a finom fizikai pszichés dimenzióra nem gondolok, hanem erre, arra a dimenzióra, illetve arra az énre, akinek ezen tulajdonságai vannak, hogy örök léttel, teljes, tökéletes tudással és tudattal,
és örök boldogsággal rendelkezik. Ennek az élőlénynek, ennek a transzcendentális egyénnek van egy eredeti tudata, eredeti tulajdonságai. És jelenleg, amit tapasztalunk a finom fizikai és a durva fizikai testnek a burkolatán, vagy vetítővásznán keresztül, az ennek az eredeti csit tudatnak, eredeti lelki tudatnak egy torzult formája, amit a védikus irodalom jóga szentírások csittának neveznek. A csit tudat csittává, szennyezett anyagi tudattá való alakulása után ezt tapasztaljuk önmagunkból. Azonban ez az önvaló, eredeti önvaló mégis tapasztalható a jelei formájában a hétköznapi életünkben. Az önvaló megnyilvánul a durva fizikai test szintjén is, általában az életjelek, életfolyamatoknak a formájában. Ez az önvaló az, ami végső soron életet ad a testnek, mozgásra készteti azt annak reményében, hogy ez a test valahogy visszavezeti őt az eredeti transzcendentális boldogsággal teli állapotában. Aztán, hogy ez most sikerül vagy nem sikerül, az egy másik kérdés, erről is lehetne vitatkozni. Mind a két párton lennének jócskán ebben a világban emberek. Védikus irodalom azt mondja, hogy végső soron nem sikerül. Legalább lehet, hogy boldogok tudunk lenni néha ebben a világban, néha szenvedünk, de azt a tökéletes ánanda, lelki boldogságot, ami a sajátunk, és ami igazából hiányzik a számunkra, és ezt kutatjuk, ezt fizikai eszközökkel lehetetlen elérni. A finom fizikai test szintjén, tehát amit ugye a hétköznapi értelemben mondjuk azt, hogy a pszichés szinten, ez az önvaló egyszerűen úgy nyilvánul meg, hogy milyen formában nyilvánítja meg az önvaló tulajdonságait. Oly módon, hogy ezen tulajdonságokra irányuló vágyaink vannak jelen. Ez egy kicsit furcsa dolog, amit most mondok, de csak gondoljunk bele, hogy az eredeti önvalunk, amelyről most megfeledkeztünk, amely után kutatunk, rendelkezik ezekkel a csodálatos tulajdonságokkal, hogy szat örök léttel, teljes tudással és boldogsággal rendelkezik, és ez elfedődik, eltakarodik, elfelejtődik, akkor nem tudunk róla, de a lélek természeténél fogva, mivel ezek örök tulajdonságai, ezeknek a hiányát tapasztaljuk. Általában az ember mit hiányol az életében? Csak azt tudjuk hiányolni, ami már egyszer valamikor az osztályrészünk volt. Ezen érdemes elgondolkodni a konferencia után. Az ember nem tud vágyakozni semmi olyan dologra, amit nem tapasztalt volna valamilyen formában korábban. Ez egy érdekes téma, külön előadást lehetne tartani róla. Most szerintem ebben nem fogunk belemenni. Tehát így módon mi történik velünk a jelenlegi anyagi tudatunkban, a jelenlegi hétköznapi életünkben? Az, hogy egyszerűen vágyunk az örök létre, a szat örök lét állapotára, bocsánat a hétköznapi példáért, de ez azt hiszem, hogy mindenki számára érthető. Erre a vágyunkra épül az egész szépségápolás ipara, a plasztikai sebészet, és még sorolhatnám mindazoknak az iparágaknak a tömkelegét, amely ezt a vágyunkat próbálja kielégíteni. Mindenki vágyik a tudásra. Könyvek millióit nyomtatjuk, milliárdjait nyomtatjuk és olvassuk jó esetben. Itt nem is az a lényeg, hogy milyen tudásról van szó, mert ez társadalmi helyzettől, érdeklődéstől, természettől függő, hogy kit mi érdekel. De abban minden ember egyetért, vagy minden ember közös, hogy vágyjuk, óhajtjuk a tudást. Valamilyen szinten, valamilyen területen, ahol megpróbáljuk úgymond megvalósítani önmagunkat, azon a területen mi automatikusan áhítozzuk és próbáljuk megszerezni azt a bizonyos tudást, amelytől a megváltásunkat ugye reméljük. Aztán hát nem is beszélek, a lélek harmadik aspektusa, a boldogság, tökéletes boldogság, jelenleg a boldogságra való vágyunkban nyilvánul meg. Azt hiszem, hogy könnyű megérteni, hogy jelenleg az életünk minden aspektusát ez a boldogságkeresés hatja át. Nincs olyan ember, aki ne vágyna a boldogságra. Nincs. Még akik elvetik az életet maguktól, azok is általában azért vetik el, mert nem sikerül a boldogságot, azt a boldogságot megszerezni, amelyet ugye áhítanak. Menjünk tovább. Ennek az önvalónak
az eredeti transzcendentális formáját akkor vagyunk képesek megismerni, megérteni, hogyha túllépünk a durva fizikai és a finom fizikai test korlátain, a durva fizikai, finom fizikai önazonosításainkon, és ezeket az önvalót eltakaró fájtlakat így egy kicsit félrehúzzuk, átpillantunk rajtuk, túl az anyagi megnyilvánuláson, amely gyakorlatilag most egy fátyolként befedi az önvalónkat. Bár a test és az anyagi tudat velejárója az evilágban megszületett élőlénynek, természetesen ezek csupán csak ideglenes burkok, amelyek a lelket, az önvalót betakarják. De ugyanakkor, és itt jön a kulcsa az önmegvalósítás témakörének, hogy ezek a testek, a durva fizikai test és a finom fizikai test, megfelelően használva őket, segítséget nyújthatnak az önmegvalósításban. Gyakorlatilag eszközéül szolgálhat a mi önvaló utánvaló kutatásunknak. Tekintsük most át azt, hogy a védikus hagyományokon belül az önmegvalósításnak milyen irányzatai léteznek. Ez egy nagyon általános áttekintés lesz, ez a téma jóval bonyolultabb, és hát a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán több fél éven keresztül beszélünk ezekről a témákról. Alapvetően a védikus irodalomban az önmegvalósításra egy kifejezett szó van használva, ami mindenki ismer, ugye most már nyugaton is nagyon elterjedt, ez a szó, ez a jóga. Ez a jóga szó, hogyha most nem akarok a szanszkrit gyökökbe belemenni, hogy mi mit jelent, de alapvetően két jelentéssel rendelkezik, és az önmegvalósítást gyakorló hagyományok ezt a két jelentését szigorúan, komolyan is veszik. Az egyik az összekapcsolódás jelentése, amely összekapcsolódást jelent minden létező forrásával, nevezzük őt Istennek, a Teremtő, aki létrehozta ezt a világot, létrehozta az élőlényeket, és a vele való összekapcsolódását segítendő az érzékszervek, a test, a gondolatoknak a megzabolázása a másik jelentése. Megzabolázni az érzékszerveinket, a tudatunkat, gondolatainkat abból a célból, hogy a jelenlegi tudatunk képessé váljon megérteni saját magunkat. Természetesen ennek a jógának, ennek az önmegvalósítás folyamatának, ahogy említettem, vannak durva fizikai, finom fizikai szintű és transzcendentális lelki szinten megnyilvánuló elemei és folyamatai. Ahogy említettem, számtalan jóga irányzat létezik. Mantra jóga, tantra jóga, bikram jóga, agni jóga, mit sorol most a legutóbb, amit hallottam, kvantum jóga, sorolhatnám, rengeteg jóga van. Ugye hát ez a nyugati piac kitermeli magának a jóga irányzatokat, és fogyi jóga, ilyen ezt is mostanában hallottam, amelyek természetesen a szükség, hogy mondják ezt, a társadalmi szükség hozta őket létre, és azért tudnak életben maradni, mert segítenek az embereknek. Most legutóbb, ami nem segít, láttam az interneten egy képet, egy kecskeméti kocsmát hívnak jóga kocsmának, és a bejárat fölött, uram, bocsá, egy szikával ülő pocakos kopasz, Krisnásnak is lehet nézni a cégért, jel van, nagyon vidám egy ideig a Krisna hívő bakták is nagy, hát nem is tudom, örömmel vagy bánattal küldözgették egymásnak ezt a képet. Tehát a piac indukálja maga ugye, tehát ezeket az igényeket, vagy az igények indukálják a kínálatot, de alapvetően a hagyomány három fő jóga irányzatot, három fő önmegvalósítási irányzatot különböztet meg. És ez összefüggésben lesz azzal is, hogy milyen eszközöket használnak az önmegvalósítás folyamatában. Ha a védikus irodalomban kutakodunk, hogy oké, meg akarom nézni, hogy oké, meg akarom az önvalómat ismerni. Nagyon komoly önmegvalósított személy akarok válni, hogy milyen eszközökkel tudom ezt elérni. Van három olyan folyamat, amit javasolnak a védikus szentírások, amelyet mindegyik önmegvalósítási irányzat a védikus tradíción belül használ. Egyrészt lemondások végzésével
próbálják lazítani az anyagi világhoz fűződő kapcsolatukat, ragaszkodásukat, köteléküket, lekötöttségüket. Ugye ez a lemondás, ez egy nagyon vezeklésnek, ez a tapa vezeklés lemondásnak is szokták mondani. Én most a konferencián azért nem használom a vezeklés kifejezést, mert ez a nyugati kultúrkörben egy teljesen más dolgot jelent. Sajnos ezeknek a szavaknak nem nagyon van igazán jó magyar megfelelőjük. Tehát általában ez a lemondás, ami ide passzol ezzel kapcsolatban, amikor egy önmegvalósításra áhítozó személy bizonyos életmódi szabályokat, szabályozó elveket fogad el, annak érdekében, hogy egyre tisztábbá váljon a tudata és az élete. Egyébként ez a tapa úgy lehet definiálni, hogy olyan tisztító tettek, amelyek elégetik a szívben lévő tisztátalanságot. Csak néhány általános dolgot említenék, amiről védikus irodalom szót ejt, ugye például a vegetáriánus táplálkozás, hogyha valaki az erőszak nélküliség mentén akarja vezetni az életét, akkor ez egy fontos dolog. Vagy például a szenvedélyeinkről való, főleg a káros szenvedélyeinkről való lemondás, a dohányzásról, alkoholról, persze a kábítószert, azt nem is kellene említenem, vagy bármiféle tudatot izgatottá, befolyásolóvá tevő szernek a kerülése is. Általában az érzékszabályozás, mértékletesség, ez mindebben a lemondás kategóriába tartozik. Ezen jóga irányzatok, önmegvalósítási irányzatok képviselőinek nagyon fontos, hogy tanulmányozzák a védikus szentírások azon részeit, amelyek az önvalóról és a transzcendentális szféráról beszélnek. Itt általában két dolog jön rögtön elő, az egyéni lélek, mi magunk, az önvaló és Isten. Róluk majd mind a kettőjükről fogunk egy kicsit részletesebben is beszélni. És végül az önmegvalósításra vágyó személyek gyakorolják az Isten iránti odaadás szellemiségét és tevékenységeit. Ezt Patanjali a Jóga Szútrában is van a pranidánaként, vagy a Védánta tradíciókban, ez bhakti folyamataként van jelen. Az elnevezés az különböző, de gyakorlatilag ugyanarról a folyamatról van szó. Amit nagyon fontos, hogy a tradicionális jóga irányzatok mindegyike gyakorolja ezt a három folyamatot, és a különbség maximum abban lehet, hogy milyen hangsúllyal gyakorolják egyiket vagy másikat. Nézzük ezeket a hangsúlyokat, amelyek rögtön ki is jelölnek önmegvalósítási irányokat a hindu, hogy mondjam, kultúrkörön, védikus kultúrkörön belül. Az első ilyen önmegvalósítási irányzat az úgynevezett karmajóga folyamata, egyszerűen, ha megpróbálnak lefordítani, bár ez sokkal bonyolultabb ennél, a cselekedetek jogája, amelyben a kötelességszerű, önzetlen tettek végzése kerül előtérben, és azok eredményeiről való lemondás a legfelsőbb úr örömének a kedvéért. Ugye itt a tettek végzése és a lemondás, ugye itt rögtön a tapa kifejezést lehetne ehhez kapcsolni. Vagy a másik, a dzsnyána jóga irányzat, a transzcendentális tudás tanulmányozásának a jógája, önmegvalósítási folyamata, ahol a hangsúly a transzcendens természetéről és törvényszerűségeiről szóló tanulmányok gyakorlatilag, és ezen tanulás, ezen információkról szóló mély meditáció az, ami hangsúlyozottan jelen van természetesen a másik kettő mellett. És a bhakti jóga folyamata, a harmadik, az Isten szeretet jógája, lefordíthatjuk ilyen egyszerűen, itt a másik kettő mellett a legfelsőbb úr Isten iránti odaadás, illetve a felé való szeretetteljes, mély, meditatív attitűd kifejlesztése az, ami hangsúlyozott. Ez imák felajánlásában, vagy szent neveinek meditációszerű ismétlésében, japa, ezt úgy is hívják, ugye a védikus szentírások, hogy japa, ezen transzcendentális nevek ismétlésének a formájában lehet jelen például. Rögtön feltehetnénk a kezünket, hoho, de mi van az astánga jógáról, ugye manapság a legtöbbet erről hallani. Persze, amiről hallunk a mai világban, az nem az az astánga jóga, ami az astánga jóga. Itt ugye astánga jóga Patanjalinak a rendszere, ami az alkalmazott eszközök és az elérendő cél szempontjából a dzsnyána jóga irányzatba sorolható bele. Tehát azért ezt a három fő irányzatot említem meg. És már át is térhetünk egy következő gondolatra, amire utaltam, hogy azt, hogy milyen önmegvalósítási irányzat létezik, illetve hogy melyik irányzatról beszélünk, nem kizárólag az alkalmazott eszközök határozzák meg,
hanem az is, hogy mi az elérendő célja az adott jóga irányzatnak. Én erről most részletesen nem fogok beszélni, itt csak végigfutnék ezen, hogy általában egy karma jogát gyakorló karma jogi az önmegvalósítás mellett az anyagi világban tapasztalható szenvedésektől megszabaduló felszabadulást áhítozza, és ezért gyakorolja általában az önmegvalósítás folyamatát. Egy jnána jogi az abszolútumnak, az úgynevezett személytelen Brahman aspektusának a megismerését, elérését, a belevaló olvadást célozza meg, és egy bhakti jogi pedig a legfelsőbb úr személyes formájával való kapcsolatának felelevenítését, kialakítását célozza meg. Ezekről most nem szeretnék beszélni, mert lassan. Nem tudom, meg tudjátok mondani, hogy hány órán van? Hány órán, mennyi idő van? Még 40. És meddig? Még van 20 percem, ugye? Jó. Oké. Menjünk tovább egy picit. Ezen önmegvalósítási gyakorlatok során azonban számos akadály merülhet fel. Ahogy említettem, hogy a jelenleg tapasztalható anyagi tudatunk az önvaló eredeti tudatának egy torzult formája, amely sajnos megakadályozza az önmegvalósítást. Addig, amíg a lélek eredetileg transzcendentális önazonosítással rendelkezik, addig az anyagi tudat, jelenlegi tudatunk gyakorlatilag a fizikai testtel kapcsolatos önazonosítást hordoz, ezzel együtt jár az, hogy anyagi értékek és érdekek mentén vezeti az embert. Ez a fizikai jellegű önazonosítás az igazából, ami akadály az önmegvalósításban. Miért? Nagyon egyszerű, mert az embernek a fókuszpontját, létének alapvető terét e fizikai világ szintjére helyezi. Ha a fókuszt kizárólag az anyagi világra, az anyag dimenziójára irányítjuk, főleg az önmagunk megértésével kapcsolatban, akkor a valóság egyéb dimenzióit, ami túl van ezen a fizikai aspektuson, képtelenek leszünk érzékelni, megérteni. Gondoljunk csak egy olyan fényképre, amelyet egy adott konkrét tárgyra fókuszált fényképezőgép készít. Itt próbáltam a neten keresni valami szemléletes példát. Itt van ez az aranyos kis vízcsepp, harmadcsepp. Gyönyörű a kép, de semmi más nem látunk rajta kívül, ami mögötte van, még a növényt, lehet, hogy a növény még szebb, és még hangsúlyosabb, vagy hogyha még a vízcsepp és köztünk lévő térben is lenne valami, gyakorlatilag lehetetlen lenne azt érzékelni, mert a fókuszunk másra irányul. Ha nincs megfelelő fókusz, akkor nem tudunk sokszor még sokszor még komoly jelentőséggel rendelkező dolgokat sem tudunk észrevenni. Gyakorlatilag a jelenlegi anyagi tudatunkban zajló tudatfolyamatok, és ezeknek a jellege az gondolkodásunkat az anyag színterére rögzíti, erre köti le. Ezért nagyon nehéz, vagy nem is tudunk hétköznapi tudattal elszakadni az anyagi gondolatoktól. Most egy kicsit szárazabb téma jön, kérem, hogy nézzék el nekem, de ahhoz, hogy az önmegvalósítás útját megértsük, fontos megértenünk azt is, hogy mik azok az akadályok, konkrét akadályok, amelyeket egy önmegvalósítás útján járó személynek meg kell oldania, ki kell küszöbölnie. Tekintsük át ennek a jelenleg tapasztalható anyagi tudatunknak a működését. A védikus irodalom önmegvalósítással foglalkozó részei elmondják, hogy ötféle olyan anyagi tudatfolyamat van, amelyek önmagunkkal és a környezetünkkel kapcsolatban elsődlegesen szerepet játszik. Ezen öt tudatfolyamattal állunk kapcsolatban mindennel ebben a világban, és ezek a tudatfolyamatok, majd mindjárt fel is sorolom őket, ezek a tudatfolyamatok az anyagvilágra történő fókuszálás közben speciális tudatszínezetet kap. Tehát itt, amiről fogok beszélni, öt konkrét tudatfolyamat, és ezeknek az öt tudat színezete. És gyakorlatilag majd látni fogjuk, hogy az öt tudatfolyamat önmagában még nem lenne probléma számunkra, de amilyen színezetet kapnak, az gyakorlatilag az egész sorsunkat befolyásolja. Ezek a tudatfolyamatok és tudatszínezetek gyakorlatilag megbontják a tudatunk felszínének harmóniáját, és
ezen a tudati vászlon tulajdonképpen egy torz tükörképe jelenik csak meg a valóságnak. Önmagunkról és a hétköznapi világról és más emberekről egyaránt. Melyek ezek a tudat folyamatok? Tehát először erről az öt tudat folyamatról fogok beszélni. Az első az érvényes ismeret szerzése. Nagyon egyszerű. Mit jelent ez? Valós információkat szerzünk valamiféle dologról. Ez érzékszervi tapasztaláson, logikai következtetésen keresztül is megtörténhet, vagy egy hiteles forrás, megbízható forrásból származó információ révén kaphatunk megfelelő valós tudást. A második ilyen az téves ismeretszerzés, amikor ennek az ellentétje gyakorlatilag vizsgálunk egy tárgyat, és vagy az érzékszerveink tökéletlensége, vagy a forrás megbízhatatlansága miatt hamis információt kapunk. A harmadik a fogalomalkotás, vagy képzelet, ábrándozás, ez mind ebbe a kategóriába tartozik, amikor szóbeli, írásbeli információ alapján mi elképzelünk, vagy fogalmat alkotunk valamiről, vagy elképzelünk egy dolgot, amivel még eddig nem találkoztunk. Egyébként a kreativitás pozitív fogalma is ebbe a kategóriába tartozik, a fogalomalkotás kategóriájába. Itt van még a mély alvás, ami egy olyan alvási állapot, ami annyira mély, hogy még álomképek sincsenek benne jelen. Magyarázzák a védikus írások, hogy gyakorlatilag a tudat működése majdnem, ezt hangsúlyozom a majdnem kifejezést, majdnem teljesen megszűnik. És az ötödik ilyen tudatfolyamat az emlékezés, vagy figyelem. Ez a smriti, ez gyakorlatilag a definíciója az, hogy az ember a tudatában jelenlévő információt nem hagyja elveszni. Ez zajlik az emlékezés folyamatában is, meg a figyelem folyamatában is. Menjünk tovább. Tehát látjuk, itt van öt olyan tudatfolyamat, amivel hétköznapi életben találkozhatunk, és bár nagyon sok tudatfolyamatunk van, és zajlik minden pillanatban, ha egy kicsit belegondolunk, látni fogjuk, hogy mindegyik tudatfolyamatunk ebbe az ötbe belesorolható valamelyikbe. Ez egy nagyon jó kis csoportosítás, nagyon technikai, egy modell, de nagyon megkönnyíti a saját tudatunkkal való viszonyulást, hogy mit kezdjünk vele, főleg akkor, amikor majd a tudatszínezetekről beszélünk egy kicsit. Menjünk tovább. Ugye azt már említettem korábban, hogy ezek a tudatfolyamatok önmagukban nem lekötők. Itt a probléma az, hogy milyen módon, milyen tárgyal, milyen szellemiségben működnek ezek, milyen önazonosítást hoznak létre bennünk. Térjünk rá azokra a tudatszínezetekre, amelyek ezt az öt tudatfolyamatot abszolút mértékben befolyásolják. Ugye az első, a legkardinálisabb ilyen tudatszínezet, az önmagunk lelki, transzcendentális énjéről való tudatlanság. Ez az avidja, ez egy híres szó a védikus kultúrkörben. Amikor is nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi az anyagon túli valóság vagyunk, anyagon túli személyek vagyunk, hanem azonosítjuk önmagunkat az anyagi testünkkel. Ennek abszolút következménye az, amikor az ember énközpontúvá válik. Ez az egoizmus, ami a következő ilyen tudatszínezet. Ha azonosulunk az anyagi testünkkel, az anyagi értékrendünk, anyagi értékeket, érdekeket tart szem előtt, tehát gyakorlatilag elkezdenek a cselekedeteink abba az irányba menni, hogy ezeket az érdekeket megpróbáljuk beteljesíteni, sokszor etikátlan módon. Ugye erről lehetne, mindenki tudna beszélni a saját életébe különböző tapasztalatokról. Ez az egoizmus áthatja a jelenlegi társadalmunkat, sajnos még a legapróbb részletéig, egyéni, családi, ugye társadalmi szinten mindenütt megtalálható, kisebb, nagyobb mértékben. Amikor az lelki tudatlanság és az egoizmus elhatalmasodik az élőlényen, az természetesen eredményezi azt, hogy elkezdünk kutatni ebben a világban olyan érzéktárgyak és helyzetek után, amely ezt az egoizmust és érdekeket, anyagi érdekeket kielégíti. És ha szerencsénk van, és találunk ilyen érzéktárgyakat és körülményeket, akkor abból boldogság származik, anyagi boldogság, és amint ez a boldogság megjelenik, az anyagi tudat tendenciája az, hogy azonnal elkezd ragaszkodni hozzá. És félreértés ne essék, magyarázzák a védikus ácsárják, hogy nem azzal van a probléma, hogy az ember boldogságot tapasztal ebben a világban, hogy örömet tapasztal az érzékszerveink keresztül. A probléma azzal van, hogy utána ezt újra akarja élvezni, újra és újra, birtokolni akarja, és kötődni kezd hozzá.
Ez már automatikusan a fizikai síkra tereli a tudatunk fókuszpontját. Aztán, hogyha sokat pedálozunk, és egyre több ilyen tárgyat szeretnénk találni, ami úgymond anyagi boldogságot okoz, óhatatlanul találkozunk egy csomó olyannal, ami nem tetszik, ami boldogtalanságot okoz, és azt próbáljuk távol tartani magunktól. Ez az irtózás folyamata, vagy dvésa. Hoho, itt rögtön felrakhatnánk a kezünket, hoho, hát akkor ez már majdnem az önmegvalósítás folyamata, eltaszítom az anyagi világot. Igen, ám Patanjali magyarázza, hogy ahogy a rága, a ragaszkodás nem más, mint az anyagi tudat erős kötődése a kellemeshez, következő szútrába definiálja, hogy a dvésa, az irtózás, az anyagi tudat erős kötődése a kellemetlenhez. Nem létezik irtózás akkor, hogyha a tudat nem foglalkozik az irtózás tárgyával. Ha el tudsz fordulni az irtózásod tárgyától, megszűnik az irtózás. Itt a probléma, hogy rátapad a tudat, nem tudod elengedni. Ezért ez az irtózás tudat folyamata is az anyag dimenziójára rögzít bennünket. És amikor az első négy klésa a tudatunk szintjén kialakítja ezt a fajta komfort, hogy mondjam, dinamikus komfortérzetünket, kialakítottuk az egzisztenciánkat, hamis egónkat, úgy körülbelül megtaláltuk a helyünket a világba, akkor automatikusan megjelenik ennek a tudatlanságnak a következő ötödik fokozata, az abinivésa, a folyamatos létezésre való vágy. Hétköznapi életben azt jelenti, hogy a megszerzett, kialakított dolgokat megpróbáljuk megtartani, és ezzel együtt elkezdünk félni az elvesztésüktől. Ez mindannyiunkra jellemző. Ennek egy a legextrémebb formája ennek a félelemnek, az a félelem, amikor elkezdünk félni a testünk elveszítésétől. Ha megnézzük a Monier William Sanskrit angol szót, tehát látni fogjuk, hogy ennek az abinivésa kifejezésnek, ami folyamatos létezésre való vágyat jelent, az majdnem a második fordítás, a második jelentés a halálfélelem. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan félelem, ami minden élőlénynek az életében benne van. Bocsánat, közben mutatják, hogy ide beszéljek. Jó, közben elszakadtam a jegyzeteimtől, próbálom utolérni magamat. A védikus hagyományok magyarázzák, hogy az öt ilyen tudatszínezet közül az első az, ami mindegyiknek az oka. Tehát a transzcendentális létünkről szóló tudatlanság. Itt megvan adva a válasz is, hogyha meg akarunk szabadulni a kléságtól, ez egyébként azt jelenti, hogy szenvedést okozó tényezők, mert ide kötnek az anyagi világhoz, meg akarunk tőlük szabadulni, akkor az legfontosabb dolog, amit el kell kezdenünk, a transzcendentális tudás tanulmányozása, mert az megszünteti a tudatlanságot. Ahogy a klésák, tehát a tudatszínezetek megszüntetését a transzcendentális tudás tanulmányozása elpusztítja, és gyakorlása, ugyanúgy a klésák által meghatározott anyagi tudatfolyamatok, az az öt, emlékszünk rá, ugye, a helyes ismeretszerzés, téves ismeretszerzés és a többi, hogy az ilyen anyagi világhoz kötő tudatfolyamatok pedig a meditációval küszöbölhetők ki. És akkor eljutottunk a meditáció szintjére. Beszéljünk egy kicsit erről. Ha technikailag akarom megfogalmazni a meditáció fogalmát, akkor elmondhatjuk, hogy ez egy olyan tudatrögzítési folyamat, ami körülbelül alapvetően három rögzítési, hogy mondjam, elemből áll. Az első, amit látunk, ez az a folyamat, amikor a tudatot egy területre, a meditációnk tárgyára rá irányítjuk. A második az, amikor a tárgyra való odafigyelést folyamatossá, megszakítás nélkülivé tesszük, és a harmadik, amikor a meditációnk fókuszpontjában lévő tárgy teljes mértékben áthatja a tudatunkat, mondhatni azt, hogy az önmegvalósításra törekvő meditációt végző személy teljesen elmerül a meditáció tárgyába. Ez a három folyamat együtt alkotja az anyagi tudatnak a teljes kontrollját, megzabolázását. Ezt úgy nevezik, hogy szamjama. Ez az egyik aspektusa a meditációnak, amikor megzabolázom a tudatomat, hogy ne oda irányuljon, ahova ő akar, hanem oda, ahova mi szeretnénk. És aztán itt jön a másik aspektus, hogy egyik dolog, hogy meditációban megzabolázok a tudatunkat, a másik dolog az, hogy közben tisztítani kell. Tisztítani kell az anyagi tudattartalmat, lelki tudattartalommá, transzcendentális tudattartalommá kell változtatni. Ez a meditációnak a második legfontosabb folyamata. És itt jön a képbe az, hogy a meditáció az
nem egy akármilyen dolog, saját magunk által kiválasztott bármiféle folyamat lehet, amiben rögzítjük a tudatunkat, hanem egy elvárás az önmegvalósítási irányzatokban, hogy a meditáció tárgya transzcendentális, szacsitánanda természetű legyen. Bár ugye elmondhatjuk azt, és erre van is példa, főleg a nyugati jóga hagyományokban, hogy az anyag, hogy meditációt lehet végezni valamiféle fizikai tárgyra rögzített tudattal is. Mondjuk egy gyertyaláng általában ez elő szokott fordulni, és arra alkalmas, hogy a tudatot megzabolázzuk, és egy nagyon, és nagyon sok kellemes és kedvező pszichés eredményt érhetünk el vele, de ez a fajta meditáció nem alkalmas arra, hogy az anyag síkjáról transzcendentális síkra emelje a fókuszpontunkat, hiszen anyagból van, tehát miért is telne meg a tudatunk transzcendenssel. Tehát itt a fő hangsúly, hogy transzcendentális fókuszpontra van szükségünk, amely a védikus irodalom szerint ugye többféle dolog lehet, általában a legfontosabbak, legfontosabb transzcendentális meditációs tárgyak maga Isten, az Isvara, a lélek, tehát az önvaló, az ő lelki tulajdonságaival együtt, és a kettejük kapcsolata. Mindezek közül különös hangsúlyt kap az Istenről szóló meditáció. Az, hogy a különböző irányzatok Isten hogyan képzelik el, hogy egy személytelen transzcendentális energiaként, vagy a szívben lakozó paramátma felső lélekként, vagy egy személyes Istenként, ez egy másik témakör. Erről külön konferenciát lehetne szervezni. Én ebben most nem megyek bele. Általában ez a transzcendentális meditáció, ez valamiféle mantra vibrálása és ismétlésének a formájában, ismétlése közben zajlik. Mantra, ez a manasz és a trájaté kifejezésekből jön össze, az azt jelenti, hogy az elmének a felszabadítása. Elmének a felszabadítása az anyag bűvköréből, hogy képessé váljon arra, hogy a transzcendens szférákat érzékelje, megtapasztalja saját magát, saját lelki önvalóját, és a legfelsőbb urat, mindenek forrását. Most beszéljünk egy picit arról, és ez az előadásom vonulatának az utolsó fő témaköre, hogy ez az önmegvalósítás hogyan van, illetve a meditáció hogyan van jelen a különböző önmegvalósítási irányzatokban, ahol a meditációt végző személyek egy nagyon emelkedett helyzetbe kerülnek. Úgy mondják, hogy ez az egy ilyen módon önmegvalósított ember gyakorlatilag felülemelkedik minden anyagi korláton. Tudatának szennyeződései megszűnnek, és tisztán látja önmaga eredeti lelki formáját, személyiségét, ezt általában a védikus írások szvarúpának nevezik. És számára, egy ilyen önmegvalósított személy számára ez a lelki tudat, tiszta lelki tudat természetesen van jelen a nap 24 órájában. Tehát nem csak arról van szó, hogy most leülök meditálni, és akkor most negyed órát, fél órát, két órát önmegvalósított személy leszek, hanem azt jelenti, hogy minden nap leülök negyed órát, fél órát, két órát meditálni, időt szakítok az önmegvalósítás folyamatára, és idővel önmegvalósított személlyé válok, akire ez jellemző. Eléggé kecsegtető cél egyébként, érdemes kipróbálni, ezt én teljes szívből mondom. Menjünk tovább. A meditáció, tehát nagy általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a meditáció és a meditatív tudati elmerülés egy olyan folyamat, amely a testi és mentális működéseket harmonizálja, megtisztítja és a transzcendens felé irányítja. Ami egy fontos dolog, hogy az ember ezáltal válik képessé eredeti lelki önvalója szerint cselekedni. Gyakorlatilag ebben a folyamatban nyeri vissza az ember újra a szabad akaratát, mert addig, amíg a rága és a dvés, a ragaszkodások és az irtózások irányítják a gondolatainkat, a tetteinket, nem vagyunk szabadok. Ez, bocsánat ezért a kijelentésért, nem akarok illúzióromboló lenni, de őszintén valaki ezen elgondolkodik, akkor rá fog jönni, hogy addig nincs szabadság. Hogy az egész önmegvalósításnak és meditációnak ezen szabadság visszanyerése a célja. Ahogy azt említettük, pillanat, az érzékszervek és az anyagi tudat természete az, hogy a külső világban a biztonság kedvéért egyszerre több helyen is próbál boldogságot meríteni.
Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyszerre több vasat tartunk a tűzbe, egyszerre több, lehet, hogy 2 perccel túl fogom lépni az előadásomat, elnézést kérek. Lehet, hogy bocsánat, egyszerre több érzékszervvel, több tudati szálon próbálunk kapcsolódni az anyagvilághoz, hogy lehetőleg nagyobb esélyünk legyen az anyagi boldogság elérésére. És ez gyakorlatilag olyan, mintha egy szemmel egyszerre mondjuk több távcsőbe akarnánk belenézni, különböző célpontokat megvizsgálva, hogy abból különböző élményeink, örömeink származzanak. Általában egyébként ennek az eredménye, hogyha valaki belegondol ebbe, gyakran frusztráció lesz, mert mindig szoktuk is mondani, egyszerre több, hogy szokták egyszerre, egy fenékkel nem lehet több lovat megülni, egyszerre egy nyelvvel nem lehet 3 féle ételt tenni, van, akik megpróbálják, egyszerre egy szemmel vagy 2 szemmel nem lehet 10 féle érzéktárgyat szemlélni, úgy, hogy abból igazi öröm jöjjön, és aztán jön a probléma, hogy hát mindegyik olyan jól néz ki, most akkor melyiket? Melyiket tapasztaljam igazából? Ugyanilyen érzés lehet egy olyan lovas szekére felülni, amelyet több ló húz, és ugye amely mindegyik ló kitalálja, hogy másik irányba szeretne menni, függetlenül a kocsistól, meg az utastól. Szóval a meditáció ezeket a fókuszpontokat helyezi egybe, figyelmen kívül hagyva a lényegtelen dolgokat, az anyagi dolgokat, és fókuszpontba helyezve a transzcendentális lényeget. Ahhoz hasonlóan, és már sokan kérdezték itt az előadásom előtt, hogy hogy kerül egy kaméleon a nyitó diára. Hasonlóan a kaméleonhoz, ugye bár anyagi érdekek motiválják, 2 szemmel, panoráma látásával egyszerre több dolgot néz, és mindegyiket tudja értelmezni, de amikor a fő célt kitűzi, mondjuk egy imádkozó sáskát, vagy egy lucerna bödét, vagy egy katicabogarat, akkor a 2 szem hirtelen, ugye még a fókusza is ugyanarra a tárgyra irányul. Ehhez hasonlóan nekünk is, akik az önmegvalósítást kutatjuk, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a fókuszpontnak minek kell lenni, hogy transzcendentális természetű ez a fókuszpont, hogy transzcendentális természetű az, amit mi el akarunk érni, és ez a fajta fókuszpont a 3 különböző önmegvalósítási irányzatban a következőképpen jelenik meg, és ez lesz az utolsó diám. Ugye a karma jogában hogyan válik meditációvá, meditatív hangulatúvá az egész folyamat. Karma jogában ez az önzetlen tettek és azok gyümölcseiről való lemondás maga az, ami egy meditatív állapotot hoz létre. Természetesen mind 3 irányzatban vannak külön meditációs gyakorlatok is, főleg a 2. kettőben. De maga a tett, a lemondás és Isten örömének a kutatása, ez egyfajta transzcendentális meditációs állapotot idéz elő. A dzsnyána jógában az anyagi tudat konkrétan foglalkozik a transzcendens igazságokkal, és ez egy automatikus transzcendentális meditációs állapotot hoz létre. És a bhakti jógában, amikor egy bhakti jógi mindezen folyamatok mellett a legfelsőbb úr szolgálatát végzi és meditál az ő transzcendentális tulajdonságain, ez is egyfajta komoly transzcendentális tudatrögzítést, meditatív állapotot hoz létre. Rengeteget lehetne erről a témáról beszélni, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a szünetekben én még itt leszek, és hogyha valakinek kérdése van, akkor valahova leülök, és akkor tudunk beszélgetni, hogyha igény van rá. Köszönöm szépen a figyelmet.